Gondolj bele, konkrétan létezik egy olyan cég, ami arra specializálódott, hogy influencereket húz le pénzzel, és ver át őket egy promóció ígéretében. Tehát, hogy ez már azért tényleg nem semmi. Sziasztok srácok! Én viccelek és üdvözlök mindenkit a mai videóban. Ez egy kicsikét egy ilyen rendhagyó beszélgetősebb videó lesz, ami egy kisebb storytime lenne részemről, ami most már kb. 2 hete történt velem, de úgy voltam el igazából, hogy nem annyira fontos, mert hogy nem történt semmi baj, mert nyilván értelmes és okos emberke vagyok. Viszont arra jutottam, hogy ez rengetegszer elő tud fordulni a világban, és mégiscsak kellene azért erről az egészről beszélni, mert nem szabad az ilyeneknek bedőlni, és nem feltétlenül tudja ezt mondjuk mindenki, aki akár nem jártas ezekben a helyzetekben, nem feltétlenül ismeri az informatikát, stb. Úgyhogy arra jutottam, srácok, megosztok veletek egy olyan történetet, ahol engem akartak átverni, illetve ehhez kapcsolódóan ezután fogok nektek beszélni arról, hogy mégis hogyan működnek a szponzorációk, illetve hogy én magam hogyan szoktam együttműködni más cégekkel. Úgyhogy gyerekek, a mai videóban minden lesz. És méghozzá ez mind ingyen lesz. Illetve hát azért nem ingyen, csapjál csak egy nagy lájkot. Nagyon kezdjük is, nem poénkodok. Szóval a lényeg összegyűjtöttem mindent, itt van az én laptopom, itt van az én telefonom, és igazából rajta vannak a screenshotok és maguk a beszélgetések is, amit egy bizonyos céggel folytattam. Ugye nyilvánvalóan, hogyha valaki mondjuk egy nagyobb megtekintés számmal rendelkezik, közben meg is nézem az e-mailt, betöltöm. Ugye több száz olyan e-mail szokott beérkezni, amik különböző együttműködéseket szeretnének kínálni, vagy valamilyen fajta módon szeretnék a saját terméküket promózni, ezen nincs is semmi fajta baj, azzal sincs baj, ha ezt valaki elfogadja, és egy kicsikét akkor ki ismerek ide a szélére, hogy be tudja majd ide nektek vágni. A céget mindenfajtaképpen ki fogom majd cenzúrázni, nem akarok plusz reklámot adni nekik, plusz nem is akarom, hogy engem reportoljanak bármifajta miatt. Ez egy privát beszélgetés volt, szép napot, jó délután, stb. Éppenséggel kreatív, modern és céltudatos embereket keresünk az Instagram kollaborációnkhoz. Olyan embereket keresünk, ez egy szép fogalmazás lesz, akik érdekeltek abban, hogy egy kis extra cashhez jussanak, egy kis extra pénzhez, azáltal, hogy promózzák a mi kis fitness termékeinket. Szóval itt igazából alapban arra építik fel az egész kampányt, hogy olyan embert keresnek, akik szeretnének pénzt keresni. Tehát, hogy nem is az, hogy mondjuk meggyőzzenek téged, hogy mennyire tart a mi termékünk, mennyire jó, hanem az, hogy figyelj, pénzt akarsz keresni, tudjuk, az influencerek csak ezzel foglalkoznak, csak a pénz és semmi más, eladják meg a lelküket is, hogyha akarják. Úgyhogy ez a megkeresés már teljesen jól is indult. Egy elég furcsa kétes terméket akartak egyébként promózni, egy olyan workout recovery patch névre hallgató terméket, amit ráraksz mondjuk a válladra, és elvileg beszívja a különböző vitaminokat, mindenfajta izomstimulánsokat és olyan dolgokat, amiket elvileg az emberek tablettákon keresztül visznek be a szervezetükbe, és ezt most valakik megcsinálták úgy, hogy bőrön keresztül, konkrétan gyorsabban regenerálódsz, jobb lesz a vérkeringésed, bevennek a vitaminok, meg minden. Nem ők ebben nagyon jártas, nem nagyon hittem ebbe a dologba. Kiírták azt, hogy $100 ajánlanak képenként, és mivel 6 fotót fogunk kérni, ezért összességében $600 fogunk a projektért fizetni, és hogy érdekel-e téged, és hogyha igen, akkor keresd meg minket Instagramon. Na most ez úgy volt, amit, hogy kíváncsi vagyok, ez mégis micsoda, sosem hallottam még ilyenről, viszont azt tudtam, hogy vannak ezek az ilyen cigarettázásról leszoktató tapaszok, matricák, nem tudom, hogy hívják, felrakod, és akkor nikotint fog a szervezetedbe vinni, ezek működnek már több 10 éve, úgyhogy kíváncsi voltam, ez mégis hogyan működik, megkerestem őket, tehát instán. Írtam, hogy mi ügyben vagyok itt, és erre valószínűleg kaptam egy automata választ, ugye, hogy szia, igen, láttuk a profilot, tetszik a stylod, stb. Igen, itt van ez a lehetőség, $100 per fotó és több képet is szeretnénk. Jó, ez egy automata üzenet volt. Erre megkérdeztem, hogy mégis hogyan működik a termék, mert ugyan fel van téve az oldalukra, hogy mi a cucc, de az nem, hogy ez mennyire megbízható, hogyan működik, és hogy milyen források, kutatások állnak emögött. Erre igazából abszolút semmilyen választ nem érkezett. Tehát én kíváncsi voltam, hogy mégis mit akarnak velem promóztatni, és hát erre ők konkrétan küldtek egy újabb automata üzenetet Instán, hogy légy szíves, olvasd el nekünk az együttműködési feltételeket, és hogyha bármi kérdésed lenne, akkor hagyunk még több időt. De nem is az, hogy válaszoltak volna az első kérdésemre, hanem hogyha van még több, akkor még nyugodtan gondolkozzak. Na mindegy. Ugye én olvastam ezt az együttműködési feltételt, ami alapvetően... Micsoda? Leblokkolták az oldalukat? Most látom, le van blokkolva az oldaluk. Ne szívass már, és nem screenshotoltam le előre. Oké, hát ezt kapjátok, hogyha rá akartok menni. Erre most inkább csak is ezt screenshotok, hogy még ez is eltűnjön. Egy nagyon profin felépített oldaluk volt, tehát jól nézett ki, tényleg látványos volt, azonban igen, a leírás itt arról szólt az együttműködést illetően, hogy regisztrálnod kell neked egy olyan szolgáltatásra, ők ezt egy service-nek hívták, egy szolgáltatásnak, ahol kiküldenek neked egy ilyen patch packet, egy 30 napos ilyen matricás hülyeséget, illetve egy shakert, ami még egyébként egészen menő nézett ki, nekem a shaker tetszett is, és ugye ez egy ingyen szállításra, ezt is kapsz egy promókódot, amivel kapsz úgymond akciót a nézőidnek, ugye ez egy ilyen tök jó dolog, hogyha valaki a te promódot beírja, akkor ők olcsóban kapnak terméket, és ez neked $25-ba kerül. Mármint, hogy nem neked, mint néző, hanem nekem, mint influencer, és utálom ezt a szót, de mindegy. Szóval konkrétan nekem fizetnem kellett volna $25 azért, hogy promózzak egy céget. $25 azért, hogy én nekik segítsek, tehát... Nem értettem, abszolút nem értettem, erre írtam is nekik, hogy hogyha jól értem, akkor ugye marketing kampányokhoz fogjátok használni az én képeimet,
De nem is fontos, hogy feltöltsem az én Instagramomra, mert ez is egy érdekes kérdés volt, mert a leírás az volt, hogy majd marketing kampányokhoz fogják ezeket felhasználni, ugye egy ilyen Instagram hirdetésbe például, de az nem volt elvárás, hogy én feltegyem az én saját oldalamra. Akkor miért influencereket keresnek meg, ismételten idézőjelbe, hogyha nem is kell, hogy kitegyék a saját több ezer követős profiukra, tehát itt igazából tényleg eléggé gyanús volt az egész helyzet, és már látni is fogjátok mindjárt, hogy igenis igazam volt, és nem tévedtem, tényleg egy nagyon nagy átverésbe jutottunk bele, hogy írták nekem azt, hogy regisztrálni akarsz. Igen, ez még, igen, az előző az még nem az volt, ez még a felhasználási feltétel volt, most küldték a regisztrációs fee-vel kapcsolatos megoldást, az, hogy most kell nekem pénzt fizetni, nem itt derült ki, hogyha ezt most megnyitom, akkor meg fogja még vajon nyitni? Nem, ezt is letörölték, basszus. Valószínűleg beperelték az oldalt, és mindent letöröltettek velük. Mindegy, a lényeg az, amit ugye az előbb elmondtam, $25 tudsz nekik reklámozni. Én ugye éppen leváttam azt, hogy ez egy teljesen nagy átverés, viszont én itt arra jutottam, hogy akarok még többet kérdezni, még többet megtudjak az oldalról, és hogy mégis lássam, hogy hogyan működik egy ilyen átverés pontosabban. Nem tudom, valószínűleg őrült vagyok, de amikor megyek az aluljáróba, és valaki engem le akar húzni ezzel a tipikus könyvjelzős átveréssel, azt is meg szoktam hallgatni, mert kíváncsi vagyok, hogy milyen átveréseket csinálnak most a mai világban. Mindegy, megírtam erről ugye azt, hogy jól hangzik az egész, egy dolog, ami eszembe jutott, hogy is mondjam, nem terveztem azt, hogy fizessek az együttműködési lehetőségért, hogy promózzak egy céget. Szóval inkább csináljuk csak azt, hogy kivonjuk a regisztrációs díjat az első fizetségből, amit kapni fogok, mit szóltok ehhez. Írtam ugye ezt nekik én, ugye hát itt én nyilván nem is fogadtam el semmit, nem írtam alá, nem fogadtam abszolút. Itt tényleg csak arra akartam rámenni, hogy eljátszom azt, hogy engem érdekel, bármifajta kérdezés és tudás nélkül, hogy mégis mi ez a cég, mert arra nem válaszoltak egy szóval sem, tehát nem is tudtam, mit kell reklámozni. De eljátszottam persze, hogy kapjak még több választ. Igen, kérlek, ez nem tudom, mire volt válasz, hogy igen, kérlek. A kollaborációs regisztrációs díj, ahogy látod, $25, ez egy official, azaz egy igazi minőség és létező kollaboráció, és ez egy olyan regisztrációs díj, egyébként itt már a feed az free-nek írták, tehát ez valószínűleg nem egy angolul beszélő emberkét kaptam, hanem nagyjából, hát nem tudom, vagy Google fordító, vagy nem tudom, mit csinált. Ugye ebben benne vannak a termékek, és az én saját discount kódom, amiről ugye ti kaptatok volna kis százalékos levonás belőle, tehát olcsóban tudtátok már megvenni. És várjatok, az, hogy én kifizetem a regisztrációs díjat, amit ne felejtsétek el, azért fizetek, hogy valamit promózhassak. Tehát én fizetek azért, hogy valakinek segítsek, azzal amennyire jó fejek ingyenesen szállítanak. Ingyenes szállítást kaptam volna. Gyerekek, mennyire jó fejek már, hogy én fizetek valamiért, és persze ingyen szállítják ki. És ugye $25-ról beszélünk, ami hogyha most átszámoljuk a mostani árfolyamba, 7800-7900, attól függ most mennyi van a dollár, 7-8000 forint, inkább 8000 forintba került volna nekem az, hogy kiküldjék ezeket a kis szar cuccokat, amiket ugye én nekem promóznom kéne. Szóval lényegében, hogyha valaki ezt elfogadja, akkor arról legombolnak azonnal 8000 forintot, és igazából nem is vagyok abban biztos, hogy kiküldték volna ezt az egészet, mert elolvastam nekik a felhasználási feltételüket, amit most már nem lehet egyébként elérni. Oda volt írva az is, hogyha bárki megvásárol egy terméket, a forgalmazó, tehát akit most nem fogok kimondani, elállhat ennek a szállításának a kötelezettségétől. Bármilyen saját kreált, hogy mondják ezt, reasonnel, magyarázattal, tehát ők nem is voltak neked kötelesek kiszállítani bármit. És ez szerintem mindenfajta szempontból illegális volt, bármelyik országban is voltak ők bejegyezve. Tehát az nem hiszem, hogy lehetséges, hogy te nem vagy kötelező szállítani, hogyha valaki neked fizet egy termékért. Úgyhogy egyébként valószínűleg ezért is van most már tiltva az oldal, mert ténylegesen vagy bejelentették, vagy eljutott hozzájuk azt, hogy figyelj már, vannak jogszabályok a világon, amiket követni kell, mert különben börtönbe mész, vagy hatalmas nagy díjakat kell majd befizetned, amelyet megbírságolnak. Szóval mindegy, megírták, hogy ezt megkapod, ingyenes a szállítás, és hogyha befizeted, akkor elfogadod a feltételeket, reméljük, hogy ez jó neked. Ugye itt megkérdeztem azt, hogy minden partnernek a kötelező regisztrációs procedúrán keresztül kell menniük, és hogy mindenkinek be kellett fizetni ugye már a kampányért a pénzt, és aztán ugye nem kaptam választ egy napon belül, úgyhogy írtam egy újabb kérdést, hogy még egy utolsó kérdésem van, az, hogy én befizettem a regisztrációs díjat, garantálva van-e az, hogy én benne fogok lenni az együttműködésben, és hogy mind a 6 képet fogjátok tőlem kérni. Úgyhogy igazából próbáltam fenntartani az érdeklődést, hogy ténylegesen akarok regisztrálni, de ezeket már csak láttam, hozták erre, mert nem válaszoltak, valószínűleg már több ember fel volt háborodva, már mindenki leoltott őket, úgyhogy inkább hagyták az egészet. Pedig én még szívesen beszélgettem volna velük, mert tökre ráértem, de mindegy. Na szóval, amikor engem elkezdtek ignorálni, és észrevettem, hogy ez egy hatalmas lehúzás, és igazából csak influencerekről akarnak levenni úgy pénzeket, hogy igazából nem is kapnak semmifajta együttműködési lehetőséget. De a lényeg az, hogy ebben nem lett semmi, és egyébként most a napokban kerestem rá arra, hogy van egy Trustpilot nevű oldal, ami azzal foglalkozik, hogy bármilyen céghez tudjál megjegyzéseket írni, úgymond review-kat tudsz hozzáadni bármilyen szolgáltatáshoz, termékhez, stb. És itt van nekünk a cégnek a neve, amit megint csak nem akarok kimondani. 29 review található, amiből 28 azt mondja, hogy bad, 0 csillagos értékelést adott, és egy darab excellent kitűnő értékelést kapott, mert hát nyilván amúgy a cég saját magának írt egy accountról. Na és itt jött akkor a legérdekesebb felfedezésem. Elkezdtem beletekerni. Itt van egy review, amit Katie írt nekünk,
amit egészen pontosan 2 nap ezelőtt tettek fel, és 1 nap ezelőtt még reportolták. Tehát konkrétan a cég reportolta ezt a megjegyzést, azaz bejelentette a Trustpilot nevű oldalnál, hogy ez egy nem megfelelő bejegyzés, mert hogy valamilyen problémát talált ebben. Tehát, hogy 1 napon belül reportolták a bejegyzését úgy, hogy a cégnek a honlapja már nem is működik lényegében. Szóval ez elképesztő, mennyire gyorsan látták itt a problémákat. Aztán pedig tekerek lejjebb, ugye a második komment azonnal megint reportolva van. 10-én tették fel a kommentet, és 10-én már be is lett jelent, hogy ez nem megfelelő. És ugye ezért is van ez itt éppenséggel kicenzúrázva. Látni fogtok majd egy pár kommentet, hogy majd lejjebb megyünk, mert azokat már felülvizsgálták és megfelelőnek találták. Ugye az oldalnak a szabályzata az, hogy nem szabad káromkodni, hamis dolgokat állítani, nem szabad rasszista megjegyzéseket tenni, stb. Tehát alapvetően normális kommentekről van szó, amiket teljesen értelmetlenül reportoltak, és ugye ezt felül is vizsgálták, és némelyiket engedélyezték is. 7-én kitettek egy kommentet, 8-án már jelentették, itt van megint 5-én tették ki, 8-án ezt is jelentették, tehát igazából konkrétan mindent jelentenek. 8-án volt ez is jelentve, ez is 8-án, ez azon a napon, amikor kitették, tehát konkrétan bármilyen fajta kritikát, hogy megfogalmaztak velük szemben teljesen jogosan, egy-egyben jelentették, és nem fogadták el. Beletekerek, mert ténylegesen itt volt vagy 10 komment, amit nem lehetett elolvasni, azonban itt van egy olyan, amit már felül is vizsgáltak, persze ez is egyébként be volt jelentve, de úgy látták, hogy ez elfogadható. És itt ír, hogy ennek a cégnek, akit most itt cenzurázok, a H2O-s fitness ilyen shakerük, az egy hatalmas scam, egy átverés, amivel influencereket akarnak abba belevenni, hogy kifizessék ugyebár ezt a cuccost, igen, néhány óra alatt megbeszélik, stb. És hát ugye itt is azt vették észre, hogy influencereket akarnak fizettetni azért, hogy reklámozhassák az ő cégüket. És ugye nem is érti ez hogyan történhetett, és hogy maradjatok távol tőlük. Újabb bejelentett megjegyzés, megint, és itt van akkor még egy, amit azóta már fenntartottak. És ez nem is volt egyébként bejelentve, úgy látom ezt, azért ezt úgy látom, hogy elkerült a figyelmüket, mert az összes többi jelentve van, csak ez nem. Ez a cég egy hatalmas nagy átverés. Megkerestek engem Instagramon, pénzt kínáltak nekem, contentért cserébe, de már akkor is nem éreztem valamit jónak, és azóta pedig több emberrel is beszélt, és mindenkit át akartak verni. Amikor megkérdezte, akkor egy PayPal, na igen, ez egy érdekes megjegyzés, ez figyelt. Tehát amikor megkérdezte a metódusát, hogy ez mégis miért így működik és hogyan működik, egy screenshotot elküldött a cégnek az embernek egy PayPalos tranzakcióról, ami egy másik bloggerrel kötött szerződés volt, és konkrétan személyes adatokat küldtek át valakinek egy céges, belsős, privát utalásról. Tehát ez már tényleg olyan szinten van tényleg itt jogszabályszegés, hogy meg is értem, hogy valószínűleg ők maguk törölték már az oldalukat inkább. Tehát valakinek betették a képét, és ez volt nekik ugyebár a proof, tehát a magyarázat, a bizonyíték pontosabban, ahonnan konkrétan bármit ki tudtál olvasni a másik emberről, tehát ez mindenfajta képnek hatalmas nagy jogi hiba volt ismételten. Az összes rossz kommentet reportolják, ezt egyébként láttuk is, és egyébként ezt is reportolták teljesen meglepő módon. De egyébként itt még tényleg több 10 ilyen komment, ami arról szól, hogy mindenkit reportolnak, és hogy mennyire gyártás az egész cég. Ne is a kommenteket olvassuk, inkább térjünk ki akkor arra, hogy mégis miért van az, hogy ténylegesen szinte semmi együttműködés és semmilyen promóció, szponzorációt nem is láttok az én csatornámon, és tényleg csak egy pár szóban beszélnék arra, hogy mégis hogyan működnek nálam ezek az együttműködések, és hogy szerintem hogyan kellene mindenkinek, hogy ezek működjenek. Szóval alapvetően, amikor hozzám befutnak ezek az e-mailek, és itt igazából tényleg több 10, több 100-ról van szó, ugye általában mindenkit elolvasom, valamikor csak késés, attól függ, hogy hogyan érek rá. A lényeg az, hogy próbálok mindenkinek válaszolni, aki úgy tűnik, hogy normális, és tudok velük valamit kezdeni. Hogyha nincsen tele helyesírási hibákkal, problémákkal, meg teljesen átlátszó átverésekkel, akkor elkezdődik egy olyan utána kutatás, hogy megnézem mégis, mivel foglalkozik a cég, miket lehet róluk tudni, mi a termék, mi a szolgáltatás, mit kínálnak, mit szeretnének. Tehát igazából utána járok mindennek, aminek csak lehetséges, és igazából közénkkel vissza is hozom a kamerát, mert már nem akarok bevágni semmit sem a két oldalra. És hogyha úgy látom, hogy ténylegesen jó a szolgáltatás, vagy jó a termék, és azt mondom, hogy oké, ebben van valami, ami nekem tetszik, én használnám, vagy úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha nézőim erről tudnának, akkor elkezdem igazából lebeszélni velük, hogy mégis mi az, amit várnának, mit szeretnének, miről szól mondjuk maga a szolgáltatás, ugye már sokszor, hogyha mondjuk te látsz valamit, azért annak még utána kell kérdezni, mert nem feltétlenül fogják leírni azt, hogy mondjuk ez a recovery patch, ez pontosan mit csinál veled, csak azt, hogy mennyire király, mennyire jó, és közben lehet igazából egészségtelen, sőt egy-egyben még veszélyes is rád. Úgyhogy ha van egy cég, aki azt mondom, hogy tetszik nekem az elképzelésük, tetszik az ötletük, mondjuk egy jó játékot akarnak reklámozni, vagy egy olyan terméket, ami ténylegesen valakinek segítség lehet, akkor elkezdjük megbeszélni azt, hogy mégis hogyan működik, tudni akarom, hogy mégis mit fogok reklámozni, és hogy már úgy érzem, hogy tudok mindent a termékről, akkor el tudom nekik mondani azt, hogy mégis mit tudok én ezért cserébe kínálni. Ezután jön az akkor,
hogy elkezdjük megbeszélni azt, hogy akkor mégis hogyan fog kinézni az egész dolog, és igazság szerint ezért is van az, hogy rengeteg megkeresés is érkezik, de egyesen fogadok el, mivel a legtöbb az ténylegesen erőltetett, értelmetlen, teljesen rossz, vagy egyszerűen csak nem látom értelmét, és akkor inkább nem reklámozok valamit, hogyha nem látom azt, hogy ténylegesen pozitív hatása lehet az emberekre, és nem csak rám pénzügyileg lesz pozitív hatásra, értitek. Úgyhogy ja, ezért nem volt igazából szerintem már nagyon sok, lehet, hogy már egy éve sem, hogy promóciót elfogadtam volna, semmi nem keltette fel az én érdeklődésem, mert van igazából egy pár elképzelés még így fejben, miket tudnék csinálni, lehet, hogy nem sokára majd lesz egy-két céggel együttműködés, ami ténylegesen vagy hasznos, vagy érdekes, vagy valamiben mégiscsak jó, és azt mondom, hogy igen, velük el tudok kérni egy közös videót, együttműködés, mert mégiscsak valamit nyújtanak, és úgy gondolom, hogy érdemes nekik egy nagyobb hangot is adni, mert ténylegesen jó az, amit ők tudnak szolgáltatni, hogy ja, az így működik nálam, nem tudom mások hogyan állnak ehhez hozzá, sokszor igazából látni, hogy hát nem feltétlenül jó módon, tehát hogy mindent elfogadnak, mindenre rámennek, teljesen hülyeségeket csinálnak. Nem akarok ugyan ítélkezni, mert hát mindenki azt sem, amit ugye bár ő maga akar, egyszerűen csak ebből azt akarom közölni, hogy srácok, ti bármikor bármit láttok, mindig inkább gondoljátok át, hogy ez ténylegesen miről szól, nekem ez jó, nekem ezt érdemes megcsinálni, mégis hogyan működik, mert igazából tudjátok, volt egy hatalmas nagy probléma abban, hogy volt egy telefonos üzenetküldős szolgáltatás, annak sem fogom inkább most kimondani a nevét, ezt a majmos alkalmazást mondom most, és konkrétan nem mondták az influencerek azt, hogy mennyi pénzbe kerül az, hogy te küldesz egy SMS-t, nem is tudták az új felhasználók, hogy ez pénzbe fog neki kerülni, és több tíz, több száz üzenetet küldtek el úgy, hogy igazából jöttek be a számlák folyamatosan, és csak egyszer csak utólag kiderült, hogy ja, több ezer, több tízezer forintba került ez az egész. Úgyhogy srácok, a legnagyobb tanulság, amit ebből az egészből ki akarnék hozni, látjátok konkrétan már az influencereket is át akarják venni sokszor. Azt akarom tehát most nektek ebből kihozni, hogy vannak azért nagyobb elérést generáló emberkék, akár most én magamat is mondhatnám, akiknek az a feladatuk szerintem, hogy tisztában legyenek azzal, hogy ők egy hatalmas nagy felelősséget hordoznak a vállukon nap mint nap, és nem tedik meg azt, hogy valamit bepromóznak úgy, hogy konkrétan akár egészségre is káros lehet, de mivel nem csak hogy emberek vagyunk és hibázhatunk, de sokan elfből alapból már nem is foglalkoznak azzal, hogy mondjuk az embereknek ezzel jót tesznek-e, vagy hogy ez esetleg káros lehet-e, ezért mégis elfogadok mindent, úgyhogy srácok, hozzátok szólnék most, mint nézők, mindig figyeljetek oda bárkitől, bármit hallotok, nem menjetek becsukott szemmel és füllel, tényleg csak egy szemkötővel egyenes előre, amit éppen hallgattok, és nem mondjátok azt, hogy mondjuk itt van egy ilyen SMS küldős szolgáltatás, ami egy csomó pénzbe kerül, és ráadásul adathalász, scam, stb. Nagyon sok dolgot már felrúgtak ellenük. Tehát ne higgyetek el mindent, amit hallotok, ez a legfontosabb, bárki bármit mond nektek, inkább nézzetek utána, legyetek benne teljesen biztosak, és inkább azt a 2 percet megéri rászánni arra, hogy rákerestek, tehát csak a Google-ben beírjátok, hogy mégis mit lehet róluk tudni, és merjetek gondolkodni, merjetek saját véleményt formálni dolgokról, nem feltétlenül kell, hogy megmondják nektek azt, hogy mégis mi a jó és mi a rossz. Úgyhogy ja, szerintem ez a legnagyobb tanítatás, amit ebben most ki tudok nektek hozni. Rengeteg átverés van, tudjátok, vannak az ilyen Facebookos átverések, be kell jelentkezni, már is lopták a Facebook profilokat, volt ez a mindenfajta körüzenet, küldős átverés is, vagy inkább vírus. Úgyhogy legyetek része, az internet veszélyes, és tele van mindenfajta csapdával, meg meglepetéssel. Használjátok okosan az internetet, ezek a lényeg. Úgyhogy srácok, köszönöm, hogy velem voltatok a mai videóban. Nem mondom azt, hogy tetszett, akkor lájkoljátok, mivel nem igazán tetszetős ez a videó téma, hogy értetek, hogy mire gondolok. Igazából csak gondoltam, hogy leülök és nyomok egy ilyen kis eszmefuttatást nektek. Elmondom, mit éltem át én, aki igazából több éve benne van az internetes dolgokban, már rengeteg mindent láttam, meg már rengeteg cikket olvastam, már rengeteg mindennek a végére jártam, és tudom, hogy mégis hogyan működnek az átverések. Úgyhogy srácok, köszönöm, hogy voltatok velem, remélem, hogy tudtam igazából segíteni nektek a biztonságos internetezésben, vagy inkább rávilágítani ezekre a veszélyekre, amik bárkire leselkedhetnek. Lehet, ez most nem volt a legizgalmasabb, legpörgősebb és leginkább teleeffektált videóm, de legalább én tudni fogom, hogy megpróbáltam segíteni, és aki ezzel élt, az élt, aki nem, az nem. Holnaptól visszatérünk a jó kis pörgős, izgalmas, vicces és szórakoztató videókhoz, úgyhogy gyertek vissza holnap is, hogyha újak vagytok, akkor iratkozzatok a csatornára. Nem sokára találkozunk, addig is még. Sziasztok!